12 év telt el azóta, hogy Glöckner János elhunyt. Elment vele több évtizednyi kutatómunka, melynek célja a német tánc és énekes kultúra autentikus elemeinek életben tartása volt. Bajától Cikóig számtalan táncsoport mondhatta magát tanítványának, volt olyan esztendő, hogy majd egy tucat együttessel is dolgozott. Barátai és kollégái szerint is megszállottan végezte a munkáját. János bácsi, az öreg nagyon szívelelke volt a tánc, a tánccsoport, és ugye 77-ben, amikor alapjáraton ugye kezdődött ez az egész, gondolom, meg ahogy a nyilatkozataiból is kiderült, ő sem gondolta volna, hogy úgymond egy hiánypótló dolog, ugye hiszen abban a másik rendszerben nem nagyon volt úgymond mód és lehetőség. Ő egy újdonságot hozott a településünk életébe, ami viszont az évtizedek alatt kinőtte magát, szóval ő egy a munkásságával olyan életműve lett végül is a 30x év alatt, ami szerintem az országban úgymond egyedülálló. Nagyon sokat foglalkozott a kultúrával, elsősorban a tánccal, amellett a zenével is. Német zenét is, népdalokat gyűjtött. Nagyon sok helyre járt zenélni zenekarával, és mindenhol megragadta az alkalmat, hogy az idősebb hölgyeket, bácsikat megkörnyékezte egy-egy szünetben, és megkérdezett tőlük dolgokat, hogy honnan származnak, hová valósiak, hogy ezeket a táncokat, amit itt az imént éppen táncoltak szórakozásból, mikor tanulták, milyen lépésnek nevezték, és ilyen apróságokból nagyon sok embertől szerzett információt, lépéseket, rengeteget gyűjtött, és aztán nagyon-nagyon sokat gondolkodott otthon is rajta, hogy ezt hogy is lehetne a valóságba átültetni, míg nem aztán egyszer Hidason, ahol laktunk, szervezett egy tánccsoportot, és ott is úgymond már elkezdte ezt a saját maga által koreografált táncokat betanítani. A felfogása, az identitás tudata ragaszkodott a gyökereihez, a svábságát soha nem tagadta meg, és megpróbálta a táncokat is úgy megkoreografálni, hogy hagyatkozott az ő saját gyűjtő anyagára, amit ugye még fiatalon kezdett el, és azért hosszú-hosszú éveken keresztül csinálta a gyűjtést, lett légyen az bálokba, lakodalmakba, családi rendezvényeken, ugye azért a régi világban még jobban voltak ezek az események, és azért az idősebb sváb pároktól, vagy lett légyen férfi embertől, vagy hölgytől ugyanúgy ellesett lépéseket, motivumokat, és ő ezekből készítette úgymond a koreográfiáit. De hiába tette ki a szívét, lelkét a gyűjtőmunkának, és állította újra gondolva mindezt színpadra, a szakma nem feltétlenül állt pozitívan a munkássága előtt. Nagyon-nagyon nehezen viselte ezt, inkább a Bátaszék, illetve a Mórágyi tánccsoport indulásának az időpontja környékére tehetnénk, ilyen 77-78-tól 80-ig. Nagyon nehezen fogadták el azt, hogy az ő táncaiban nem csak ezek az általunk, számunkra, magyaroknak, magyarosként, magyarként ismert csapásolók, illetve csapásoló elemek is vannak a német táncokban is. És pont ezek miatt, a dolgok miatt nem fogadták el, nem ismerték el valódi németnek az ő gyűjtését, illetve az ő koreográfiáit.
míg nem aztán 84-86 környékére kezdett beérni a munkája, addigra olyan szinten elfogadták, hogy az akkori szocialista kulturális miniszter, a Posgai Imre miniszter úrnak aláírásával 2 darab szocialista kultúráért érdemérmet, illetve oklevelet szerzett. Azt mondják szakmai berkeken belül, hogy nagyon látványosak, nagyon technikásak, nagyon sok az akrobatikus elem benne, és ezáltal valahogy így nem nagyon akarják, meg akarták őt valamikor elfogadni, de én úgy gondolom, hogy a munkássága, amit ő letett az asztalra az elmúlt évtizedek alatt, ugye sajnos most már azért 10 éve nincs közöttünk, az azért megmutatja azt, hogy az, amit ő képviselt, amit ő összegyűjtött, népdalokat, lépéseket, koreográfiákat csinált belőle. Ezáltal olyan, hogy mondjam, olyan másabb lett a bátaszéki tánccsoport, úgymond. Mi nem azokat a német, magyarországi német néptáncokat tanultuk meg, amit mondjuk a 60-as, 70-es években már ugye kicsit jobban publikusak voltak, mert ő azt vallotta, hogyha a saját környezetemből, a saját településemről, vagy adott szituációban környező települések, Somogy, Bács, Baranya a gyűjtéseiből, ha már ő megcsinálta a koreográfiákat, akkor inkább megpróbálta azzal népszerűsíteni, úgymond a néptáncot. Ma számtalan olyan együttes működik, ahol a csoport vezetője egykori Glöckner tanítvány volt. Ők a mai napig életben tartják az örökséget és a munkásságot. Így a bátaszéki csoport vezetője is az ő nyomdokain folytatta a tanítást. A nagyokat átvettem 16 márciusába, viszont az utána lévő szeptemberben indult egy utánpótlás csoport. Ővelük már ugyanúgy kezdtem az alapozást, mint ahogy annó János bácsi velünk kezdett. Szóval olyan testkultúra, tudatot próbált velünk megismertetni, mozgáskultúrába is, forgásokat, mindenféle lépéseket, amik ugye könnyebbé teszik a mozgásunkat, és ezáltal ugye egy kicsit megismertük a testünket is, hogy mikor mit lehet csinálni, mi az, amit elbírunk fizikálisan. János bácsinak vannak hát nagyon-nagyon technikás táncai, amiket természetesen én már nem tanultam, ugye bezzeg az én időmben ezek a táncok még nem voltak, itt viszont a nagyoknak a segítségével tanítottuk meg az ifjúsági csoportnak. Ezt ő is elismerte, hogy soha nem gondolt arra, hogy ő papírra vesse a koreográfiáit. És ugye a mai világban viszont ezt kérik, hogy van-e dokumentáció. Hát, nincs. János bácsinak minden a fejébe volt, meg természetesen amit átadott mindig az aktuális korcsoportnak, az aktuális generációnak.